benne a tilos rádió, és benne a szopó lélegző. Jó reggelt kívánunk! Ez itt valóban a tilos rádió, benne pedig a Szokol ébresztő adása, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon. Ez itt a rádió hullámú kozmikus háttérműsor, és az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és a Skype vonalban velem van állandó szakértő vendégem, Werner Norbi. Szia, Norbi! Szia, jó reggelt! És persze csalunk, egyébként azt el kell, hogy mondjam, hogy csalunk, mert felvételről jelentkezünk, és hogy ezt már múltkor mondtam, mostantól sokáig felvételről fogunk jelentkezni, hiszen miközben a hangom hallatszik, meg Norbi hangja hallatszik, közben én alig, hanem az Atlanti óceán fölött repülök, éppen egy, hát a nyugati félteke felé, és hát ugye az a helyzet, hogy emiatt aztán persze felvételről mennek majd a szokolébresztők, és ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesz szokolébresztő, mert ugyanúgy két hetente lesz, viszont azt jelenti, hogy nem lehet értelemszerűen betelefonálgatni, tehát nem mondom meg, hogy mi a stúdiónak a telefonszáma, mert fölösleges. Ugyanakkor azonban felhívom a figyelmet arra, hogy a sokolebresztó@gmail.com, vagyis sokolebresztó@gmail.com címen továbbra is várjuk az érdekesebbnél érdekesebb kérdéseket és hozzászólásokat, amikre, ahogy eddig is, igyekszünk majd reflektálni, vagy e-mailben, vagy az adásban, vagy ahogy éppen sikerül. Na, viszont ugye az elmúlt hetekben lényegében többször is űrtörténeti téma került elő. A két héttel ezelőtti adásban például John F. Kennedy-nek az akkor 60 évvel korábban elhangzott beszédét elemezgettem egyedül. Amúgy ezek a régebbi adások mind visszahallgathatók. A Tilos Archívumán kívül ilyen hozzáírt plusz információkkal ellátott formában a Parallaxis univerzumban is elérhetők, ahogy ezt mostanában hívni szeretjük, tehát a parallaxis.emtv.hu felületen, illetve a Parallaxis SoundCloud csatornáján is visszahallgathatók. Sőt, mi több, a Parallaxisnak YouTube csatornája van, és ott is visszahallgathatók a szokolébresztő adások, ahogy ez ezzel a maival is lesz. Szóval az a helyzet, hogy ugye két hete űrtörténelemről beszéltünk, hogy mi volt 60 évvel korábban, és hát most viszont azóta eléggé elszaladt itt a világ, és űresemények érik egymást, aktuális űresemények, és szerencsére azért is nagyon jó, hogy itt van Norbi, mert ő aztán persze rajta tartja a kornak az ütőerén az ujját, úgyhogy ő abszolút tudja, hogy mi történik. Épp úgy az űrcsillagászat területén, mint például a kereskedelmi űrprogramokban. Úgyhogy ezekről fogunk beszélni, mert annyi minden van itt, hogy ez hihetetlen. Ugye most a nyáron, amiben most itt beleléptünk, ugye lesz már itt mindenféle kereskedelmi űrhajózás orba szájba, ugye a világ leggazdagabb embere, vagy egyik leggazdagabb embere, a Bezos, ugye aki a Blue Origin tulajdonosa, bejelentette, hogy ő maga fogja a New Shepard-dal végrehajtani július 20-án az első ilyen magánőrugrást tulajdonképpen, amin fizetős utasok lesznek, és ez ő maga lesz a cégnek az elnöke, meg a testvérkéje, és meg ki tudja ki mindenki más. De hát ez csak az egyike a fejleményeknek, ami történt mostanában, és persze azért nagyon sok minden van. Éppen három kínai űrhajós készül startra az új űrállomások felé, aztán persze itt vannak a naprendszer kutatás érdekességei. Szóval itt aztán rengeteg minden van, ezekről fogjuk Norbit faggatni, viszont mielőtt ezt megkérdezném, azért mégis még arról kérdeznélek, Norbi, hogy egy másik visszatérő témánkkal mi a helyzet, ez a témánk pedig a Vzluszat 2 nevű műhold, ami ugye az a műhold, amiben a fejlesztésében te keményen részt veszel, és Pál Andris is keményen részt vesz. Ugye ez nem az a műhold, ami már fönt kering, és jól van, és pittyeg le az égből, a GRB Alpha, hanem a másik, ami a három egységes CubeSatotok, ami ugye cseh műhold elsősorban, de hát azért magyar részvételisége jelentős benne, és mindig visszatérünk arra, hogy ezzel mi a helyzet, hogy hogy állnak az előkészületek,
És úgy volt, hogy én majdnem elmehetek megnézni Amerikában a startját, mert pont jól jönnek össze a dolgok, de most aztán megint brutális fordulatot vettek az események, ami már maga az űrpolitika útvesztője, amiben keveredik ez a pici műhold. Úgyhogy légy, meséld el, hogy mi a helyzet ott most ezzel a Vzluszat 2-vel, és mik a kilátások, felemegy-e egyáltalán valaha? Igen, a Vzluszat 2 az egy cseh technológiai misszió, van rajta egy kamera, a Földet fogja nézni, és ott van rajta két gamma felvillanás detektorunk is. Ha nem tévedek, a mi detektorunk az egyik legnehezebb, tömegben legnehezebb detektor, ami ezen a műholdon repül, és ezek a detektorok hamarabb készültek el, mint a detektor a GRB Alpha-ra, amely már az űrben van. Azért, mert a Vzluszat 2 eredetileg decemberben startolt volna. A start aztán csúszott januárra, és körülbelül 2 héttel a start előtt be lett jelentve, hogy az FAA, az amerikai Légügyi hatóság. Igen, légügyi hatóság, igen, légügyi hatóság nem engedélyezi azoknak a CubeSatoknak a startját, amelyeket a Momentus cég rakott föl a rakétára. Mert az úgy működik, hogyha neked egy CubeSatod van, akkor te nem a SpaceX-el tárgyalsz, hogy vigyétek föl a műholdamat, hanem egy olyan céggel, ami egy ilyen úgynevezett deployert épít, amiben bepakolnak jó sok CubeSatot, és akkor azokat meg olyan kis rúgókkal, aztán ezekből a deployerekből kibocsátják. És a cég, amely a Vzluszat 2 startját biztosította, Momentusnak hívják ezt a céget, ennek a cégnek az egyik alapítója orosz. És az amerikai légügyi hatóság azt mondta, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva ennek a cégnek nem engedélyezheti a startot a Falcon 9-en. És akkor már ez a cég leegyezett jó sok startot, jó sok CubeSatra, több, nem csak arra az egy Falcon 9 repülésre, hanem többre, és nagy terveik voltak, hogy a tőzsdére is fölmennek, meg minden. Úgyhogy ez a cégnek is nagyon rossz volt, meg hát nekünk is. A cég aztán úgy döntött, hogy átszerveződik az a orosz társ alapító, aki akkor a cégnek az elnöke is volt, a CEO-ja, lemondott, mint CEO, és bemutattak egy tervet, hogy az oroszok hogy fognak kilépni idővel ebből a cégből, a cég transformálódni fog. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy az FAA megengedi a startot a következő Falcon 9 ilyen CubeSatokat fölvívő misszión, a Transporter 2-n, ami most június végén fog indulni. Viszont az amerikai légügyi hatóság megint azt mondta, hogy nem engedélyezi a startot nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Úgyhogy ez már ilyen politika, nem egészen látom a nemzetbiztonsági okokat. Úgyhogy a Vzluszat csapat úgy döntött, hogy a Momentustól átmegy a Spaceflight Inc. cégre. És leellenőriztétek, hogy a Spaceflight Inc. cégnek az alapítói és tulajdonosai között még véletlenül sincsenek mondjuk például oroszok? A Spaceflight Inc. már repült Falcon 9-en, az FAA engedélyezte előzőleg, úgyhogy... És azóta nem változott a tulajdonosi brigád. Valaki majd elrepül Kaliforniába, berakja a Silicon Valley-be, ahol a Momentus van, a műholdat az autóba, elviszi Seattle-be, ahol a Spaceflight Inc. van, és majd ottan beteszik egy másik deployerbe. És ez a ti emberetek lesz? Tehát egy cseh fiatal ember, vagy leány lesz, igen, vagy megbíztok egy emberet? Ez lesz, egy cseh fiatal ember el fog utazni, igen, és autóval, bérelt autóval majd tesz egy road tripet a Silicon Valley-ből San Francisco
környékéről föl Seattle-be. Szép. Az gyönyörű, nagyon szép út egyébként. És hát az még milyen szép út lesz, ami az üres közelőtt áll. És ugye Seattle-ből aztán persze átmegy a bal felső sarokból, átmegy a jobb alsó sarokba idővel, hiszen Floridából lesz a start. Igaz? Tehát, hogy ez is úgy igen, módosul vagy a terv. Igen, vagy Floridából, vagy Vandenbergből. Ja. Ja, akkor lehet, hogy visszamegy Kaliforniába. Jó, oké, mindenképpen érdekes lesz. Jó, hát követjük ezt a véget nem érő, de egyszer azért biztos szép véget érő történetet. Hát reméljük, hogy azért nyugtass meg minket, hogy a gamma detektor az nem olyan, hogy lejár a szavatossága, ugye? Tehát nincs igen. Ilyesmi, ettől nem kell tartani. Nem, de a műhold aksiát majd fel kell ezt töltenie ott. Annak az embernek valószínűleg, aki majd viszi a műholdat. Jó, hát ezek izgalmas dolgok. Ezek szerint lehet, hogy decemberben majd izgulhatunk az újabb űreszközök startjáért. Na, addig itt van viszont nekünk a... Ja, egyébként a GRB Alpha, akit megemlegettünk, továbbra is jól működik? Igen, jól működik. Töltjük le az adatokat. Az adatok érdekesek, úgyhogy várjuk még az első GRB detektálását. Jó. De vannak különben olyan jelek, amelyek ilyen tranziensek, nem tudjuk most, hogy mik azok, valószínűleg nem GRB, úgyhogy még nem örülünk az első GRB-nek, de vannak érdekes szignálok, érdekes jelek az adatokban. Na, hát ez nagyon érdekes, na akkor persze majd erre is vissza fogunk térni. Ugyanakkor azért nézzük meg, mi minden történik még ezen kívül az űrkutatás érdekében, az is rettenetesen érdekes. Az űrturizmusra néha így rászoktunk nézni, és most úgy tűnik, hogy ez a nyár lesz az űrturizmus, illetve az űrcégeknek a nagy hónapja. Hát van itt minden. Ugye a New Shepard, ami egy ilyen, hát ugye a Blue Origin-nek egy ilyen szuborbitális, azaz föl-le repülést végző, teljes mértékben többször felhasználható űreszköze, tehát egy rakéta, egy egyfokozatú rakéta, meg egy rászerelt, baromi nagy ablakokkal ellátott űrkabin tulajdonképpen, ami 100 kilométer környékére fölemelkedik, a fizetős utasokkal, ugye, és onnan ejtőernyőkkel száll alá a kabin, illetve a rakéta pedig visszaszáll lényegében az indítóhely közvetlen közelébe, tehát teljes mértékben újra felhasználható űreszköz, és azért kapta a New Shepard nevet, mert hogy ahogy egyébként 60 évvel ezelőtt Alan Shepard végrehajtotta az első űrugrást, emberrel, ami az Egyesült Államok első repülése volt a világűrbe, ami egy 15 perces repülés volt, mert nem állt földkörüli pályára a Redstone rakétával, hanem fölment és lejött, és ugye ez volt az ő repülése. Most ehhez egy eléggé hasonló repülés koncepciót valósít meg ez, és innen a név. És éppen a Shepard repülés 60. évfordulóján, vagyis május 5-én jött a nagy bejelentés, hogy nagyon sok és sikeres, és az interneten is rendszeresen élőben közvetített tesztrepülés után, végre emberek is először helyet fognak kapni ebben a kabinban, és aztán nem sokkal később jött a bejelentés, hogy tulajdonképpen kik is lesznek ezek az emberek. Na, és akkor itt adom át neked a szót, ez az egyik dolog, aztán még itt lesz mindenféle más űrturisztikai érdekesség, ami a következő hónapokban elő fog kerülni. Na de Norbi, hát mi a helyzet ezzel? Hogy van ez? Meg egyáltalán most akkor, hogy lehet jelentkezni? Meg megyünk az űrbe? Vagy mi? Szóval mi történik a Blue Origin-nél? Hát szerintem a Blue Origin jobb reklámot és jobb biztosítékot arról, hogy a New Shepard valóban biztonságos, nem csinálhatott volna, mint azt, hogy mindjárt az első repülésen ott lesz maga Jeff Bezos, a cég tulajdonosa, testvérével. Ez tényleg azt jelzi, hogy ők hisznek benne, hogy ez az űreszköz nagyon biztonságos. Amúgy tényleg rengeteg tesztrepülés volt, ugye? Tehát igazából én már évek óta csodálkozom, hogy még miért nem volt eddig rajta senki. Igen, nagyon, nagyon lassan és megfontoltan halad a Blue Origin. És ami még egy olyan szép dolog, hogy pont a Holdra
szállás évfordulójára tervezik ezt a repülést. A Holdra szállás mi lesz ez? 52. évfordulója. Igen. De hogy pont aznapra, ugye? Igen, pont aznapra. Július 20-ára. Igen, hát a szimbolikus dátumok bűveletében élnek. Ugye május 5-én volt a bejelentés, ami a kerekseppárd évforduló volt, és akkor jön a július 20-a Holdra szállás évforduló. Na most ugye az viszont érdekes, hogy ha jól nézem ezt a kabint, azért ebbe többen beleférnek, mint ketten, tehát ha jól látom, ez egy hat hárman személy. Lesznek. Hárman lesznek? Ki lesz a harmadik? Azt még nem tudom. Aha. És egészen pontosan nem olvastam, de azt hiszem, hogy lehet licitálni. Igen, igen, ez volt a május 5-i bejelentésben, most már emlékszem, hogy akkor azt mondta a Jeff Bezos, hogy lehet, hogy árverésre bocsátják én. Tulajdonképpen. És Úgyhogy akkor ennek még nem futott le. És mikor lesz eredményhirdetés? Nem tudjuk, ugye? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Majd bejelentik ezt is. Biztos valami szimbolikus dátumhoz lesz kötve. Lehet, hogy csak aznap reggel derül ki. Na jó, szóval, hogy ennyire elérhető közelségbe került, és persze ez a fizessünk be repülésre dolog, ami persze eddig is létezett, de más formában. Ugye eddig voltak olyan közvetítő cégek, mint például az Axiom, akiről mindjárt beszélünk, vagy ugye a másik cég, aminek most hirtelen nem jut eszembe a neve, de hogy hívják, ami például a Simonyiékat, meg a Space Adventures, így hívják, a Space Adventures volt a klasszikus cég, aki kiközvetítette azokat az űrturistákat, akik a nemzetközi űrállomásra utaztak, de most már ugye lesz ilyen lehetőség, hogy bizonyos cégek közvetlenül annak a cégnek lehet fizetni, aki felvisz, és az a legérdekesebb és párnapos hír, hogy most ezen közvetlenül fizetős cégek sorába beáll maga az orosz űrügynökség is, ugyanis most már nem csak úgy lehet jegyet venni a Szojuszra, kedves hallgatók, hogyha van valakinek összekuporgatott pénze a dologra, hogy a Space Adventures-nek fizet az ember, és akkor ők tulajdonképpen, mint egy utazási iroda, leboltolják az orosz űrügynökséggel a dolgot, hanem közvetlenül az orosz űrügynökségnek lehet fizetni, és lehet menni. Ugye nem tudom, valamiféle törvénymódosítás biztos lehetővé tette ezt a dolgot, hogy ugye a NASA-nál ilyesmi amerikai kormányhivatalnál elképzelhetetlen lenne, tehát jogilag ez egy teljesen nonsens dolog lenne, de Oroszországban úgy tűnik, már ilyen is van. és talán ide is kapcsolódik, hogy Oroszországban viszont filmforgatást terveznek az ISS-en, és ki is választották a színészeket, akik erre fognak fölmenni. És közben meg itt azt olvasom tőled, hogy az Axiom, ami meg a másik olyan kiközvetítő cég, vagy az viszont tényleg egy ilyen klasszikusabb űrturizmus szervező cég, 4 Dragon repülést rendelt a SpaceX-től. Na, ezekről mit lehet tudni? Hát, még nem lehet tudni pontosan, hogy, mert az amerikaiak is készültek filmet forgatni a nemzetközi űrállomáson, és lehetséges, hogy egyik ezeknek a repüléseknek az lesz, amikor fölmegy maga Tom Cruise. De akkor azt lehet tudni, hogy ezek az ISS-re mennek, mert egyébként az Axiom az kiközvetített egy nem sokára megvalósuló repülést, aminek ugye megnevezték már az utasait is, ami viszont nem az ISS-re megy, hanem csak egy relatíve magas földkörüli pályán fognak keringeni. Igen, ez már szeptemberben fog repülni, és ott, ahol az űrhajó dokkolna az ISS-szel, ott egy ilyen üvegkupola lesz, úgyhogy várhatóan gyönyörű lesz a kilátás ebből a Dragonból. Figyelj, ez marha jó. Soha senki nem látta még olyan szépen. Talán az ISS kupolája lehet ahhoz fogható, de az ISS kupolája is olyan, hogy ugye ilyen több ilyen trapéz alakú üveg darabból van összeszerelve, és közte meg ilyen arasznyi merevítő rudak vannak, amik ilyen holdtereket raknak a kilátásba, és ez viszont konkrétan egy egybefüggő, hát nem hiszem, hogy üveg amúgy, hanem valószínűleg valami plexi, de mindenképpen egy átlátszó egybefüggő félgömb kupola, és abból fognak kinézni. Hát ez hihetetlen. Szerintem az űrkorszak történetében az űrsétálókat leszámítva senkinek nem volt még ilyen jó kilátásuk, mint amilyen ezeknek lesz. Pláne, hogy olyan magas pályára állítják ezeket,
amire tulajdonképpen, ha jól tudom, ugye hát az Apollo program óta nem volt példa. Mármint nyilván nem mennek el a Holdig, de hogy olyan magasságba emelkednek, amire földkörüli repülések során egyébként a Gemini programban volt utoljára példa. És egyébként nyilván az Apollók, akik messze mentek, útközben átmentek olyan távolságra, de itt is ilyen, mit tudom én, 800 ezer kilométer, vagy valami ilyesmi. Igen, most nem tudom, mi a utolsó, igen, mi az utolsó hír, de szó volt pont ilyen magasságokról. De úgy tudom, hogy az inklináció olyan lesz, mint az űrállomás inklinációja. Úgyhogy, ha valami gond lenne, akkor lehet, hogy át tudnak menni. Nem fognak tudni dokkolni, de tudnának közel repülni az űrállomáshoz. Hát ez izgi lenne, de hát űrsétaruhájuk is van hozzá, vagy itt ennek miért volna a jelentősége? Nem tudom, de úgy olvastam, hogy az lesz a pályainklináció. Aha. Jó, oké. Hát ez egyszerűen lehet, hogy csak abból ered egyébként, hogy kényelmes. Hogy azért lesz, hogy biztonsági okok. Hát vagy a kényelmi szempontok, mert eddig minden Dragon erre a pályainklinációra ment, és akkor most minek írd át a fedélzeti szoftvert, hogyha egyszer valami működik. Már működik. Ja. Na jó, meglátjuk. Hát minden esetre ez abból is érdekes, hogy ez az első repülés, amiben jelenleg nem egyetlen egy olyan űrhajós sem fog utazni, aki jelenleg egy kormányhivatalnak az embere. Igen. Ugye a parancsnoka a repülésnek az egy nyugdíjazott NASA űrhajós, azt hiszem. Nem, ennél a repülésnél nem. Ennél nincs, nem, itt mindenki. Ennél nincs, ez az ennél a nincs egy professzionális űrhajós. Igen. Maga az a milliárdos, aki megvette ezt a repülést, ő lesz a pilóta. Ő amúgy egy pilóta, repül privát repülőkön, és ő lesz ennek az űrhajónak a pilótája. Ja, tényleg, igen, persze összekevertem egy másikkal. De figyelj csak, de azért igazából automatikus üzemmódban lesz a repülés, nem? Tehát most neki oké, hogy ő pilóta, meg biztos ki is képezték arra, hogy szükség esetén átvegye az irányítást, de azért azért automatizált repülést. Igen, gondolom nem lesz sok dolga. Ja, hát csak kinézni azon a nagy félgömbön, hát ami miatt azért nem kevesen iridlik. Na jól van, oké, ez van, és akkor a filmforgatás is majd aztán oroszok is filmet forgatnak, viszont aztán itt van még nekünk egy barátunk, ugye, nem tudom, te érdem. Így van, most én nem tudom, hogy te végül a Mazavaszannak a felhívására jelentkeztél-e. Én nem jelentkeztem. Én sem. Én illetve fontolgattam, hogy ugye itt ugye arról van szó, kedves hallgatók, hogy van ez a japán úriember, aki igazából egy milliárdos, de ő egy nagy, hogy mondják csak, egy mecénás, meg egy műgyűjtő hírében is áll. Nagyon szereti pártolni például a művészeteket és ilyesmiket, tehát hasznos, vagyis szép dolgokra igyekszik fordítani a pénzét, és akkor egy ilyen performance-nak ő kitalálta, hogy ő bizony el fog repülni egy hold körüli utazásra, ami nem mással, mint Elon Musk-kal ütötték nyilván ezt a szerződést, amilyen ugye a hivatalos verzió szerint ilyen röhelyesen hamar, talán 2022-ben vagy 2023-ban kellene, hogy sor kerüljön erre, nyilván nem így lesz, de majd erre is visszatérünk. Ugye ez egy hold körüli repülés volt, vagyis lesz, és akkor eredetileg ugye az volt az ötlete neki, hogy ő majd visz magával, ő általa kiválasztott embereket, például művészeket, költőket, zenészeket, akik majd ott a benyomásaikat a művészetükben megörökítik a repülés után, ami tehát egy hold körül, egy szabad visszatérési pályán egy holdat megkerülő repülés lett volna, vagyis lesz talán. Viszont a barátunk ugye közben változtatott a koncepcióján, vagy legalábbis kibővítette a koncepcióját, mert legalább... Vagy csak türelmetlen. Na igen, egyrészt türelmetlen is, másrészt abban is változtatott a koncepcióján, hogy nem ő akarja csak úgy rámutatásos alapon kijelölni az utitársait, hanem kiírt egy pályázatot, amire bárki beadhatta a jelentkezését, Dear Moon volt a pályázat neve, és tulajdonképpen egy nagy világszintű pályázatból választja majd ki, hogy kiket visz magával, és semmi megkötés nem volt a jelentkezésre. Az első fordulóban csak néhány szavas esszét kellett írni arról, hogy mibe vagy te különleges, meg miért kell, hogy te eljuss a holdra. Neten lehetett jelentkezni, és most már nem tudom, most már a második körnél tart ez a kiválogatás. Igazából egy nagy showműsor az egész, de persze türelmetlen is a barátunk, nem akarta megvárni a hold körüli repülést, ezért aztán
befizetett az oroszokhoz egy körre, az ISS-re. Na most ez mi? Mikor lesz az? Mit fog ő ott csinálni? Tehát ez a szokásos űrturista konstrukció most akkor ugyanaz, mint a Charles Simonyiék voltak, és akkor ez most újra indul, vagy itt most ezt hogy kell értelmeznünk? Hogy ő miért gondolja úgy, hogy ő most elmegy az ISS-re? Én ennek nem néztem eléggé utána, de én szerintem én ezt úgy láttam, hogy ez olyasmi konstrukció, mint a Charles Simonyi konstrukció volt, hogy egy Soyuzon, mint űrturista el fog repülni körülbelül 10 napra az ISS-re. És hát valószínűleg ki akarja próbálni a Soyuzt, akár a nemzetközi űrállomáson is repülni, lehet, hogy akár egy űrrepülést még azelőtt, ahogy a Starship-el körbe repüli a Holdat. És ha megtudja, hogy rosszul bírja a súlytalanságot, akkor kiveszi a pénzét a Hold körüli buliból? Nem tudom. Nehéz kérdések ezek. Ugye az ő honfit társa, az Akiyama, aki az első riporter volt, aki fölment az űrbe, hogy mi űrállomásra, a Szovjetunió végnapjaiban, a szovjet-japán közös űrrepülésen, aki ugye egy a japán egyik televíziónak volt az a újságírója, és hát ő rettenetesen rosszul bírta a súlytalanságot. Na mindegy, persze, ezt nem azért mondom, hogy, csak hogy azóta ő lesz az első japán civil az űrben. Tehát, hogyha kiderül, hogy ő is rosszul bírja, na mindegy, nem, ez persze nem lehet, ez komolytalan dolog. Viszont ami nagyon komoly dolog, hogy ez a Starship, amit ugye szintén szoktunk emlegetni, ami például a Hold megkerüléséhez is fog kelleni, meg most annyi mindenhez úgy tűnik, hogy ezt fogják használni. Például, hogyha a peres eljárások lemennek, amik most éppen zajlanak, akkor utána ugye még mindig abban reménykedünk, hogy majd a NASA emberes holdraszállási programja az is ezt a Starship nevű univerzális csodaűrhajót fogják használni. Szóval ez a Starship próbaútra indul szintén a nyáron. Ha jól tudom, azok a hírek, és akkor most kérdezlek téged, mert te követted jobban ezt a SpaceX-es dolgot. Tehát, hogy én azt hallottam, hogy az Elon Muskék nagyon komolyan tervezik, hogy már ezen a nyáron szintén kipróbálják föld körüli repülésen Igen. azt a dolgot. Na, ez mi? Ugye már láttunk olyat, hogy a felső része, az sikeresen visszaszállt, ugye ez volt a múltkori próbarepülés, de most igen, tehát az 10 kilométer, az meg csak 10 kilométer, ugye, és ez csak az egyik része a konstrukciónak, mert ugye az egészhez hozzátartozik ez a Super Heavy, vagy milyen nevű rakéta, amit még soha nem próbáltak ki. Igen, most ilyen egyre nagyobb darukkal építik a kilövőállást magára a Super Heavy-re, vagyis a teljes 120 méteres Starship-re, és Elon Musk azt állítja, hogy lehet, hogy már júliusban megvalósul ez a repülés, amit éppen említettél, viszont amikor kérték a frekvenciákat a hatóságoktól, akkor ott specifikálniuk kellett ennek a repülésnek a több részletét, és ott az áll, hogy július és december között aha. lezajlani ez a repülés. Itt már az a Starship, ami előtte fölment 10 kilométerre, és aztán szépen visszajött és leszállt, rajta lesz a Super Heavy-n, egy ilyen 70 méter nagyságú boosteren, maga a Starship az 50 méteres, úgyhogy az egész az ilyen 120 méteres lesz, kb. Akkora, mint a Saturn 5-ös rakéta volt. És sőt, ezek szerint magasabb, és ami azért durva. Na, igen. És ez a repülés, ez úgy fog megvalósulni, hogy ez a Super Heavy fölviszi a Starship-et, leválik róla, a Starship bekapcsolja a saját hajtóműveit, hogy föld körüli pályára kerüljön, ez a Super Heavy közben megfordul, és úgy fog manőverezni, mintha térne vissza Boca Chicára, és körülbelül 20 km a parttól úgynevezett puha leszállást fog szimulálni a tengerbe, és utána a tengerbe
potyem, és elsüllyed. Tehát csak úgy csinál, mintha ott lenne Igen. mondjuk egy drónhajó, de nem lesz ott. Nem lesz ottán semmi, Nem úgyhogy lesz ez ott. el fog pusztulni, és ez így van tervezve, és maga a Starship nem fogja megkerülni a Földet, de Hawaii környékén vissza fog térni a Föld atmoszférájába, és ugyanúgy egy idézőjelben puha leszállást fog szimulálni a tengerben. Így van leírva magának a missziónak a profilja abban a dokumentumban, ahol a SpaceX kérte a hatóságoktól a frekvenciákat, hogy kommunikáljon az új eszközzel. Tehát egyébként ugye ez azt jelenti, akkor tehát akkor ezt nyomatékosítsuk még egyszer, hogy ugye Boca Chica-ból fog a tervek szerint föld körüli pályára állni a rendszer. Tehát Igen. ugye ezeket a Starship-eket a jövőben is úgy tervezik, hogy Boca Chica-ról fogják indítgatni, tehát nem Igen, de van most egy... már ez nem képkeneverelről. De a Kennedy űrközpont 39A állásán is megkezdtek olyan munkákat, hogy kiépítsenek ott egy ilyen kilövőállást a Starship-ra. Ezek a munkák leálltak egy idő után, úgyhogy nem tudni, lehet, hogy majd újra beindulnak, de a SpaceX-nek vannak olyan elképzelései, hogy a Kennedy űrközpont 39A állásáról is fogják ezt majd felbocsátani. Elképesztő. Jó, hát igazából ebben az a legérdekesebb, hogy számomra, hogy ezt a, hogy mondják, Super Heavy nevű hordozóeszközt, ezt igazából még egyáltalán nem próbálták ki. Tehát, hogy Igen. ez ugye ez lesz az első próbája, és nem is tudom, hogy egyáltalán a megépítése ennek hogy halad. Hát nyilván jól, de arról már vannak elérhető fényképek például, hogy Igen, igen, igen. ez a 70 méteres kis szolid Igen. kis... Már meg is építettek egyet, ami csak egy ilyen konstrukciós tesztpéldány volt, úgyhogy a szét is szedték utána, hogy megépítették, és most építik a kettest és a hármast. És Őrület. ezeknek az egyikkel lehet, hogy csak a hármas fog repülni, lehet, hogy a kettest még csak, ezt nem tudom. Jó, hát minden esetre azért ez elképesztő, hogy itt milyen ütemben fejlődnek a dolgok, itt Boca Chicán és környékén. Szóval egy őrületes nyárnak nézünk elébe, az biztos. De nem csak az űrtechnikában van ez így, hanem például nézzük csak szét azért a szűkebb szakterületet felé, a csillagászat, űrcsillagászat világába, ugyanis hát az is van, hogy egyrészt a Dark Energy Survey-nek a 3 éves eredményei is ugye mostanság lettek kiengedve, vagy hogy mondjam, csak publikálva, ami hát egyrészt meséld el, hogy ez micsoda, meg hogy mit várunk tőle, és hogy különben is. Mi ez? Hát itt most egyszerre csak eltávozunk a nagyon távoli világegyetem kutatásához, űrhajózástól, de jó, a Dark Energy Survey célja a sötét anyag és a sötét energia felmérése. Ez egy ilyen kollaborációs projekt, amelyben körülbelül 400 csillagász vesz részt, és ez egy olyan kísérlet, amely a chilei Blanco távcső, ami egy 4 méter távcsőn zajlik, 4 méteres távcső, és ennek a távcsőnek a fokuszában van egy 570 megapixeles kamera. 570 megapixeles kamera, összehasonlításképpen egy iPhone-nak egy 12 megapixeles kamerája van. És ezzel az 570 megapixeles kamerával ez a Dark Energy Survey kollaboráció 2013. augusztusától 2019. januárjáig 750 éjszakán keresztül fényképezte az eget. És amit most ez a kollaboráció nyilvánosságra hozott, ennek a projektnek a első három év adatai, tehát 345 éjszakán keresztül készült fényképeknek az eredménye, amely
során ez a távcső az égbolt nyolcadát fényképezte le, és az égbolt nyolcadán 226 millió galaxis látszik. És már ez önmagában, ez csodálatos. 226 millió galaxis, és így égbolt nyolcada így le van fényképezve. És az első ilyen, na és ők nyilvánosságra hoztak 30 cikket. És ezekben a cikkekben nagyon-nagyon óvatosan fogalmaznak. De van ott egy olyan eredmény, hogy a világegyetem anyag eloszlása egy icipicit egyenletesebb, mint gondoltuk. Na most ez miért nagy dolog, hogy egy icipicit egyenletesebb az anyag eloszlása a világegyetemnek, mint gondoltuk. Van az úgynevezett kozmikus háttérsugárzás, amely 380 ezer évvel a ősrobbanás után keletkezett, és abban az háttérsugárzásban, vagyis a fény, abból a korból van, amikor a világegyetem csak 380 ezer éves volt, ott látunk ilyen egyenlőtlenségeket. És ott, ahol nagyon korán egy kicsit sűrűbb volt az anyag, ott kéne kialakulniuk a legsűrűbb galaxis halmazoknak a világegyetemben, és ott, ahol kevésbé sűrű részeket látunk, ott pedig ilyen nagy üres területeket kéne megfigyelni a világegyetemben. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogy nézett ki a világegyetem 380 ezer évvel az ősrobbanás után, és hogy néz ki ma, amikor a Dark Energy Survey lefényképezte a galaxisok eloszlását, akkor, és most ezt összehasonlítjuk a világegyetem modelljével, a kozmológikus modellel, a úgynevezett Cold Dark Matter Cosmology-val, amely szerint a világegyetem 68%-a az úgynevezett sötét energia, 27%-a az úgynevezett sötét anyag, és 5% a normális anyag, ami atomokból van. Hát így az egész teljesen összhangban van a mi kozmológiai elképzelésünkkel, azzal az egy különbséggel, hogy az anyag eloszlása egy kicsit egyenletesebb. A cikkekben a csillagászok nagyon óvatosan fogalmaznak, és így nem vesznek, nem csinálnak ezekből még úgy nagy konklúziókat, viszont a sajtó hírekben, mikor elkezdtek a projekt csillagászai beszélni, akkor így nagyon lelkesen arról beszéltek, hogy ez lehetséges, hogy azt jelenti, hogy az általános relativitás elmélete egy kicsit, hogy a megfigyelések eltérnek az általános relativitás elméletétől. Úgyhogy lehetséges, hogy megfigyeltünk egy eltérést az általános relativitás. Az nagyon durva lenne. Hát az általános relativitás elmélet az a legjobban teljesítő fizikai modell szerintem. Úgyhogy igen, elképesztő. Igen. De ezt még nagyon-nagyon rezervával kell vennünk. Lesz még több adat, amit nyilvánosságra hoznak, ez csak 345 éjszakának az adat, a teljes projekt 750 éjszakán keresztül gyűjtötte az adatokat, úgyhogy ebből a projektből is lesz több adat. Készül még az LSST, a Vera Rubin teleszkóp, ami még jobb térképet fog készíteni a világegyetemről a jövőben, lesz még a WFIRST, ami egy űrtávcső, lesz még az Euclid, egy másik űrtávcső, ami szintén... A WFIRST az a távcső, nem, ami azt a tükröt fogja felhasználni, amit a kémműholdak hogy nem használtak föl, és akkor igen, az amerikai katonák megszánták a NASA-t egy kis... Igen, ajándékba adtak egy távcsövet a NASA-nak, amely akkora nagy, mint a Hubble űrtávcső, viszont a fókusztávolsága rövidebb, úgyhogy a távcsőnek nagyobb a field of view. Igen, látómezője nagyobb, úgyhogy ez a WFIRST olyan éles képeket fog csinálni, mint a Hubble,
viszont sokkal nagyobb lesz a látómező, úgyhogy gyönyörű térképeket fog készíteni a világegyetemről. Tehát a jövőben megtudjuk, hogy ez az egyenletesebb eloszlás, ez tényleg, hogy ezek a későbbi adatok ezt megerősítik, vagy megcáfolják. Hát igen, az érdekes, hogy ugye annak idején, amikor tanultuk a kozmológiát, akkor ugye tulajdonképpen szinte, hát mondjuk posztulátumként, vagy hát szinte axiomaként mondjuk, volt bevezetve az, hogy hát az univerzum homogén és izotróp, és akkor ebből következik ez és ez, magyarán, hogy az anyageloszlás az valamilyen skálán, még ha azt nem is látjuk, hogy hol, de hogy elméletileg valamilyen skálán egyenletesnek kellene, hogy legyen. Igen, nagyon nagy skálákon. Nagyon nagy skálákon. Viszont kisebb skálákon az anyageloszlás igen, az meg, nem igen, egyenletes. Galaxis halmazok vannak, nagy üres terek vannak, fonalak, galaxisok és sötét anyag fonalai kötik össze a galaxis halmazokat, úgyhogy az anyageloszlás struktúrája ilyen pókhálószerű. És akkor ehhez képest meglepő, hogy mégis egyenletesebb az eloszlás, mint amit például jósolni lehetne abból, hogy az emlegetett mikrohullámú háttérsugárzásnak a kis rücskössége, ugye, ha úgy tetszik, abból mi következne, úgymond ezekre a kis egyenetlenségek méretére nézve, és akkor ehhez képest azt találta ez a felmérés, hogy mintha egyenletesebb lenne. És akkor azt mondod, hogy ez ott kapcsolódik be az Einstein-féle gravitációs egyenletekbe, vagy hát azoknak a tesztjébe úgymond talán, ugye, ha jól értem a dolgot, hogy azok, amiket ilyen fluktuációként, vagyis ilyen kis, hát hogy mondjam, göcsörtökként látunk ebben a kozmikus mikrohullámú háttérben, azok ugye az évmilliárdok alatt a téridőnek a, hogy mondjam, csak ilyen kis görbültségéhez vezettek volna, amik viszont arra kényszerítették volna az anyagot, hogy maguk is lekövessék ezek eloszlását. Ahogy mondod, hogy le is követik, ugye, ezzel a szálas szerkezettel végül is. És akkor ehhez képest viszont meglepő, hogy mégsem annyira követik le, tehát még ehhez képest... De ez tényleg egy icipicit, ez egy pár százalékkal egyet. Igen, értem, igen, csak ez azért marha nagy dolog, mert... És a cikkekben én nem találtam erre semmi utalást. Jó, ezt jól ismerjük, ezt jól ismerjük. Ezt nem említették a cikkekben. Igen, viszont... de ezt a jelenséget jól ismerjük, hogy a kutatók azok nem tök ugyanazt mondják az újságíróknak, mint amiket leírnak a cikkekbe. Viszont azt hiszem, hogy pont a BBC-n láttam Carlos Frank, aki az egyik, ennek a Cold Dark Matter Cosmology-nak az egyik ilyen nagy postulat. Igen. Na, és ő mit szólja? Arról beszélt a BBC-nek, hogy igen, hogy itten lehet, hogy új fizika, stb. Úgyhogy... Hát érik már az az új fizika, érik már, mert hát igazából sok minden úgy tűnik, hogy nem ér össze. Úgyhogy mindenképpen részecske fizikusoknak is nagyon kicsit depresszív, de érdekes korszak ez, és hát nyilvánvaló a kozmológusoknak is, hiszen azért döbbenetes, hogy amit elmondtál, ezek a százalékok azt jelentik, hogy a világegyetemünket alkotó dolgoknak a 91 néhány százalékáról nem tudjuk, hogy micsoda. Ugye? Vagyis hát tehát még ötletünk sincs, de az az érdekes, hogy tudjuk, hogy mi nem. Tehát az a legszebb ebben az elméleti jóslatban, hogy ugyan nem tudjuk, hogy miből van például a sötét anyag, de azt tudjuk, hogy a nagy része az nem lehet olyan anyagból, mint amiből mi vagyunk. Tehát az úgynevezett barionikus sötét anyag, ami mondjuk atomokból áll, csak el van valahova dugva, arra is van egy felső limit, hogy abból nem lehet ennél több, és akkor minden mást azt valami olyan anyagtípussal kéne kidumálni, amit még senki nem látott, a sötét energiáról meg nem is beszélve. Ami ugye azért felelős, hogy gyorsulva tágul a világegyetem, bár most láttam, hogy pont az archívon, nem olvastam el még rendesen, de hogy létezik nem teljesen komolytalan
támadás erre, hogy, ami, hogy, hogy az univerzum ugye Nobel-díjjal jutalmazott, meg ezerszer ellenőrzött gyorsuló tágulását valakik mégiscsak kétségbe vonják. Most ez, tehát, hogy mondjuk ez érdekes csavart hozna be a történetbe, de hát ugye ezek még azért a tudományosság peremén vannak, olyan értelemben, hogy ez egyáltalán nem egy ilyen fősodorbeli vagy mainstream gondolat, de hát azért néha ezekre is érdemes odafigyelni, mert azt látjuk, hogy azért nem akar összeállni ez a kép, ugye? És akkor... Tehát vannak itt azért igen, még... Igen, mindenképpen érdekes időket élünk. Igen, ez jó, mert hát ugye elmeséltük, hogy az űrturizmusban is, és hát persze az alapkutatásban is, és akkor az alapkutatáshoz visszakanyarodva még arról is ejtsünk néhány szót, hogy abban is nagyon érdekes időket élünk, hogy mi van az életkereséssel. Mert ugye azért mégiscsak az élet a világ mindenség meg minden, ugye a világ mindenségről most beszéltünk, meg a mindenről is, de milyen helyzet az élettel? Ugye tudjuk, hogy a Marson ott dolgozik a Perseverance nevű eszköz, ugye amiről rengeteget beszéltünk, az a rover, meg az Ingenuity kis fantasztikus kis marsi helikoptere, amiről szintén rengeteg szót ejtettünk már a szokolébresztőben. Mert hogy ugye a Mars az a bolygó, ahol életet illik keresni. Most ehhez képest, hogy a Mars az a bolygó, ahol életet illik vagy illene keresni, ahhoz képest a Perseverance 1975 óta az első olyan küldetés, amit azért indítottak el, hogy életet keressen. Illetve ez nem igaz, mert az angoloknak is volt egy kis leszálló egysége, ami szintén az életkeresés kifejezett céljával ment el a Marsra, csak sajnos nem nagyon sikerült neki. Most már tudjuk, hogy sikerült leszállni a szegénynek 2003 karácsonyán, ugye ez volt a Beagle 2, de nem tudott hazarádiózni, mert valahogy pont nem nyílt ki az antennája a szegénynek. Lehet, hogy az is egy nagy lehetőség elpuskázása volt. Na mindegy, szóval életkeresés a Marson, oké, zajlik, és még sok tennivaló van. Viszont ugye azzal sokkolta a világot, ugye tavaly az a bejelentés, amiről tartottunk is egy szokolébresztőt, annak idején mindjárt meg is mondom, hogy hanyadik szokolébresztő volt az, hogyha valaki vissza akarja hallgatni, amiben az volt a témánk, hogy a Vénuszon ugye találtak rádiócsillagászati módszerekkel egy foszfin nevű vegyületet, ami arra engedett következtetni, hogy élet lehet a Vénuszon, annak is a felső légkörében pontosabb. Van, mert ott sokkal jobbak a viszonyok, mint a felszínén. Egyébként ez a Szokolébresztő 89. adása volt, amin ezt kibeszéltük 2020. szeptemberében, tehát nem is annyira rettenetesen rég. Úgyhogy aki akarja, az ott vissza is hallgathatja, pont ugye ezt mi ketten beszéltük meg. És akkor meg is jósoltuk, hogy ennek bizony, ennek a felfedezésnek vagy igaz, vagy nem, azóta mindenféle kérdőjelek merültek föl, hogy itt módszertanilag helyes volt a következtetés, pedig nagyon óvatosan csinálták, de mégis. Lehet, hogy mégsem a foszfén volt, vagy lehet, hogy mást mértek, szegények. De a lényeg az, hogy amit akkor 2020. szeptemberében megjósoltál, hogy most ez azért fel fogja kelteni az érdeklődést a Vénusz iránt, és űrszondás terveket fog eredményezni, amik a Vénuszhoz fognak repülni, ami egy eléggé elhanyagolt bolygó volt egy kicsit a naprendszer kutatás szempontjából, a Marshoz képest mindenképp. Szóval ezt megjósoltad, és hát úgy tűnik, hogy ez most a NASA legújabb tervei szerint ez meg is fog valósulni. Mit lehet ezekről tudni? És nem csak a NASA, az ESA is. Igen, így van. Úgyhogy a NASA bejelentette, hogy két missziót fog a Vénuszhoz küldeni, a Veritas-t és a Da Vinci-t. Utána Európa pedig bejelentette, Európai Űrügynökség, hogy az Envision missziót fogja a Vénuszhoz küldeni. Amerikában egy olyan versenyről volt szó, ahol négy misszióból választották ki kettőt. Itt ez a négy misszió, kettő a Vénusz misszió volt, ami ki lett végül választva. Az egyik a Jupiter Io vulkanikus holdjához vezetett volna, a következő pedig a Neptun Triton holdjához, ahol ilyen jégvulkánok vannak. Úgyhogy NASA úgy döntött, hogy két missziót küld a Vénuszhoz, az egyik misszió
többször át fog repülni a Vénusz mellett, és a harmadik átrepülésnél leenged a Vénusz atmoszférájába egy ilyen átrepülő egységet, ami mérni fogja a Vénusz atmoszférájának a tulajdonságait. A másik NASA misszió pedig radarral fogja térképezni a Vénusz felületét nagyon-nagyon jó felbontással. Az előző NASA misszió, a Magellan is egy ilyen radaros misszió volt, de ez sokkal-sokkal jobb felbontással fogja térképezni a Vénuszt. De a radar térképezés az persze rettenetesen érdekes, de annak ugye nincsen közvetlen életkeresési relevanciája. Nincs, Viszont de mondjuk a felső légkörbe berepülő küldetésnek nagyon is. Igen. Tehát ott ugye közvetlen. Amúgy ezek döbbenetes, tehát mindig ugye visítva röhögök ezeken, de ezek a backronimek, tehát ezeknek az űrszondáknak említetted a nevét, hogy Veritas, ami ugye latinul azt jelenti, hogy igazság, illetve Da Vinci. Na de ezek mind betűsz, ezek mind mozaik szavak, kedves hallgatók. Tehát a Veritas az konkrétan azt rövidíti, hogy Venus Emissivity Radio Science INSAR, az INSAR az már maga egy betű szó, az SAR, S-A-R, bocsánat, az a szintetikus apertúrájú radar, ugye, de ez egy jól Topography and Spectroscopy. Ez a Veritasnak a feloldása, őrület, és a Da Vinci-nak pedig, vagyis Da Vinci Plusnak a Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging. És plusz. És plusz. Igen, mert volt egy Da Vinci, és ez még jobb, mint az előző, amit ami szintén nem, mi nem valósult. Beállni a NASA-nak, igen. Elképesztő, igen. Szóval hát ez hihetetlen. Na, hát mikor lesz ezekből küldetés? Tehát, hogy ezek mikorra vannak betáblázva ezek a... Hogy ezt már lehet egyáltalán tudni? Én úgy emlékszek, hogy olyan 10 év múlva. Na, jó. Sokat kell még aludni. De hát igen, kedves hallgatók, ezeknek ennyi az átfutási ideje. Tehát nem mindenki úgy dolgozik, mint az Elon Musk és kis barátai, akik egyébként szintén 10 évekig dolgoznak, csak mindig azt mondják, hogy jövő nyárra minden kész lesz, de azért egy űrszonda tervezés, az bizony az tényleg. De még hagyd mondjam el az európai sztorit, mert ennek már relevanciája ránk nézve is. Itt egy európai M-class missionről volt szó. Európának vannak az L, a large mission, a nagyon nagy missziók, aztán vannak az M-class, a medium class mission, ilyen középső N nagy missziók, és itt két űrszonda vagy űreszköz volt versenyben, a Vénusz misszió és egy csillagászati misszió, amit úgy hívtak, hogy Tézeusz. És a Tézeusz kutatta volna gamma felvillanásokat. Uh-huh. Az egy nagy gamma felvillanás műhold lett volna, és így nagyon sok csillagász nagyon remélte, hogy ez lesz kiváló. Például te is, nyilván. Igen, de azáltal, hogy ez nem lett kiválasztva, és egy ilyen misszióra szükség van, a gravitációs hullámok, források detektálása miatt, így még nagyobb szükség van a Camelotra. Felértékelődik a projektetek. Igen. Ez őrület. Na, hát jó, oké. Oké, akkor egyik szemet sír, a másik meg röhög. És közben még a Vénuszról is érdekes dolgokat lehet tanulni. Igen. Hát ez tök jó, oké. Annak mi is a neve? Envision, vagy hogy mondtad? Igen. Nyilván az is egy idióta betűszó. Nem? Tehát, hogy... Igen, de én nem is próbálom már ezeket a betűszavakat megfejteni. Kérlek szépen, én ezt már is megpróbálnám, de úgy tűnik, hogy nem. Tehát az Envision az érdekes módon az nem. Az valahogy ezt nem írják le legalábbis. Az ESA honlapján nem oldják föl ezt, úgyhogy itt még az is lehet, hogy... Egy nagyon ambiciózus misszióról van megint szó. A Vénusz geológiáját, felszín összetételét, atmoszféra összetételét kutatni, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes lesz, és nyilván itt az a cél, hogy megállapítani, hogy a Vénusz valamikor a múltban egy olyan bolygó volt-e, ahol,
ahol ahol kialakult lehetett élet. Igen, például, hogy voltak-e óceánok a felszínén, valaha. Mert ahogy itt már többször elmondtuk, a nap úgynevezett lakható habitable zónájában három bolygó van. A Vénusz van a habitable zón belsején, de a lakható zónában van még mindig, Föld van a közepén, és a Mars pedig a külső részén. Úgyhogy elvileg mind a három bolygó lehetne lakható, és lehetséges, hogy a múltban mind a három bolygón voltak olyan körülmények, hogy kialakulhatott az élet. Sőt, ami a felső légkört illeti, a Vénuszon akár ugye lehet is. Most abban nem mennénk bele, hogy a lakható zónát azt mennyire tartjuk egy jó koncepciónak, erről rengeteget lehetne beszélni, és talán kell is valamikor. Én szerintem messziről büdös az egész, és szerencsére nem csak én gondolom így, hanem például Almár Iván is, aki ugye a SETI-nek az egyik nagy kutatója, de ez ismét csak egy olyasmi, ami megér majd egy teljes adást, viszont ennek az adásnak most sajnos véget kell vetnünk, mert az időnk az lejáróban van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a Vénusz kutatásra is, meg erre a Habitable Zone témakörre is majd egyszer egy külön beszélgetést kell, hogy szenteljünk. De most viszont nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem neked, Norbi, a bejelentkezést, és a hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva megint lesz okkolébresztő, a témát azt majd kitaláljuk addigra, és hát mindenki vigyázzon magára, és jó nap, további jó napot, szép napot, és jó hetet kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!